Kedves kollégák, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ma esti webináriumunkon. Nagy Regina vagyok, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa, és ma este, ahogy látjátok is, a nyitódiából a tankockákról lesz szó, és át is adom a szót Novák Károlynak, aki a Cegléd-Berceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa. Remélem, hogy mindenkinek nagyon tetszeni fog a ma esti téma is. Szokás szerint tudtok kérdezni a chatben, hogyha pedig közben nem kaptok választ, akkor legyetek egy kis türelemmel, a végén minden kérdésre válaszolni fog az előadó. És akkor most halljuk Novák Károlyt. Szeretettel köszöntök mindenkit! A mai webináriumnak a címe az, hogy tankockák kezdőknek és haladóknak. És nem prezentációt készítettem, hanem a képernyőmet szeretném majd megosztani veletek. És először mondanék néhány szót azzal kapcsolatban, hogy mit is fogunk majd a mai napon csinálni. Hát először is egy szavazást indítottam el a chatben, aki még nem szavazott, azt kérem, hogy tegye meg. Ez a, és illetve mutatom is, hogyha okos eszköz is van a kezetekben, a közelben, akkor annak a segítségével is meg tudjátok tenni ezt a szavazást, vagy pedig, hogyha beírjátok azt a linket, amit láttatok, a https://tinyurl.com/dth2019, akkor ugyanerre a helyre juttok el. Most nincs hang. Van hang? Elvileg kellene, hogy legyen. Reméljük, hogy akadozik a hang. Oké. Okay. Vagyis hát nem oké, de reméljük, hogy rendben lesz. Szóval az a lényeg, hogyha ezt a QR kódot egy okos eszközzel beolvassátok, vagy pedig rákattintotok a linkre, akkor eljuttok egy szavazásig, ami nekem azért volna fontos, hogy lássam azt, hogy a webinárium résztvevői milyen iskolafokon, iskolatípusban vagy iskolafokon tanítanak, mert hogy akkor majd a mondandómat egy kicsit az ő igényeinek megfelelően szeretném alakítani. Ugye az volt a címünk, hogy tankockák kezdőknek és haladóknak. Úgyhogy gyorsan elmondom, hogy nagyjából mi az, amire számíthattok majd, és most az utóbbi időben az vált be számomra az olyan webináriumoknál, ahol többféle tudású kollega van jelen, hogy először elmondom azokat az általános dolgokat, amik mindenki számára fontosak lehetnek, és akkor a legvégén pedig, vagy hát nem tudom majd, hogy meddig jutunk el, hogy mennyi időnk marad még, de az a lényeg, hogy a második felében lenne majd az a rész, ahol tulajdonképpen ilyen lépésről lépésre mutogatom el a dolgokat, hogy hova kell kattintani, stb. Stb. Először is, még amíg szavaztok, egy kicsit várok, és addig még beszélek, hogy tavaly már ugye tartottam egy webináriumot a tankockákról. Ezt egyébként megtaláljátok a Digitális Témahét YouTube csatornáján, úgyhogy én is a napokban megnéztem újra, hogy ne ismételjem magam, úgyhogy mindazok a tartalmak, amik ott elhangoznak, azokról most nem lesz szó, mert hogy azt gondolom, hogy ott elég részletesen elmondtam. Tavaly egyetlen egy tankocka típust mutattam be, de azt nagyon részletesen, ez a párkereső volt, és most pedig a Matrixról fogok beszélni, a tankocka Matrixról, illetve ezt meg is fogom mutatni, hogy hogyan csináljuk. Aztán tanulási útvonalak létrehozásáról fogok beszélni, amihez szintén használhatjuk a tankockákat. Aztán a hangfilm felirattal című tankockát szeretném bemutatni nektek. Olyan tankockákat, amik páros játékok, amik versengésre is jók. Ebből készítettem egy kis gyűjteményt is, amit majd szeretnék megosztani veletek. Illetve arra szeretnék mindenkit buzdítani, hogy
hogy a gyerekeket is motiváljátok arra, hogy ők is készíthetnek tankockákat, és itt el fogom majd mondani azt, hogy mire figyeljetek. Illetve részletesen fogok még beszélni olyan tankockákról, amiket a tankocka készítés menüpont alatt, az eszközök alatt találtok, és ezt ki is próbálhatjátok majd. És ha esetleg még marad időnk, akkor a többi sablonról, amiről még nem beszéltem részletesen, talán szót ejtek, de ez már nem biztos, hogy jut rá időnk. Most már megnézem a szavazás állását, mert azt gondolom, hogy ennyi idő alatt már biztosan sokan leadták a szavazatukat. Ehhez megnyitottam egy anonim böngészőt, és ugyanazt a címet írom be én is. És akkor ugye ezen a tankockán azt látjátok, hogy van egy olyan gomb, hogy szavazás, illetve eredmények. Értelemszerűen az eredményekre kattintva láthatjuk, hogy hogyan is szavaztatok. A legtöbben tehát az általános iskola felső tagozatán tanítanak, aztán középiskolai tanárkollégák vannak, illetve 8 tanító van, és egy olyan kollega, aki vagy 6 év alattiakat, vagy 18 év felettieket tanít. Oké, köszönöm szépen a szavazást, és akkor azt elmondanám még gyorsan, hogy ha tudjátok azt, hogy ki az, tehát hogy mi a felhasználó neve annak a fiók, vagy hát, hogy mi a fióknak a címe, annak a felhasználónak a fiókjának, akinek a tankockáját szeretnétek megnézni, akkor nagyon könnyen megnézhetitek a publikus tankockáit. Az enyémeket itt találjátok, ez a learningapps.org per user per Novák, és hogyha ide beléptek, akkor ebbe a zöld mappába hoztam létre azokat a tankockákat, amiket majd kipróbálhattok, illetve amiről majd fogunk beszélni. Úgyhogy ezt én itt meg is nyitom. És rögtön azt is fogjátok látni, hogy mi a különbség a nyilvános tankocka és a nem nyilvános tankocka között. Itt ugye láthattok 5 darab tankockát, illetve 3 mappát, és a mappáknál láthatjátok azt, hogy itt eszközök lesznek, itt pedig versengéshez való tankockák, illetve van itt egy olyan, hogy nem nyilvános. Hogyha erre rákattintunk, akkor azt látjuk, hogy nem látjuk azokat a tankockákat. Tehát itt csak akkor láthatnátok a tankockákat, hogyha megadnám azt a kódot, ami szükséges ahhoz, hogy megjelenítsétek. De igazából ez most nem lényeges nekünk, mert én csak ide raktam azokat a tankockákat, amik tulajdonképpen munkapéldányok, de erről majd úgyis fogok beszélni. És akkor legelőször is egy tankocka mátrixot szeretnék nektek megmutatni, illetve azt szeretném elmondani, hogy mire is jó a tankocka mátrix. A tankocka mátrixnak hívjuk azt a tankockát, amin több tankocka van rajta, és ez több minden miatt jó. Itt most én ezt a toldit meg is nyitom, hogy lássátok. Ezeket a tankockákat nem én készítettem, hanem egy kollégának a már meglévő tankockáit használtam föl. Ugyanis a Learning Apps-ben az egyik nagyon jó dolog, hogy másnak az elkészült tankockáit felhasználhatjuk. Természetesen ezzel óvatosan kell bánnunk, mert hogy a tankockák átesnek minőségi ellenőrzésen, azonban ez nem teljesen automatikus, illetve hát úgy működik a dolog, hogy van egy minőségbiztosító csapat, akik időről időre időnként átnéznek tankockákat, de az elkészülő tankockáknak most már szerencsére olyan nagy a száma, hogy ezt igazából nem bírjuk nyomon követni, tehát hogy az összes tankockát biztos, hogy nem nézi át ember. Így aztán előfordulhat, hogy bekerülnek a rendszerbe olyan tankockák, amik hibát tartalmaznak.
Hogyha ilyennel találkoztok, akkor azt mindenképpen érdemes a tankocka készítőjének jelezni, de ezt most nem mutatom meg, mert ez az előző, a tavalyi videóban benne van, úgyhogy azt ott megnézhetitek. Az a lényeg, hogy mielőtt másnak a tankockáját használjuk, természetesen mindig érdemes megnézni, hogy nincs-e benne akár helyesírási hiba, akár elgépelés, vagy akár tartalmi hiba. És hogyha ha van, akkor érdemes jelezni a készítőnek, ha pedig úgy gondoljuk, hogy mondjuk csak egy elgépelés van benne, akkor azt akár mi magunk is javíthatjuk, úgyhogy a tankockát nem csak a könyvjelzőzésre tesszük a mappánkba, hanem egy új hasonló tankocka készítésével tulajdonképpen másolatot készítünk róla. Ezt egyébként is javaslom mindig, hogyha valakinek a tankockáját használjátok föl, akkor ne csak könyvjelzőzétek, hanem készítsetek egy hasonló tankockát. Azért, mert hogyha véletlenül mondjuk a kollega azt a tankockát valamiért törli, hogyha csak könyvjelzőztétek, akkor sajnos onnantól fogva, hogyha a kollega törölte az eredeti tankockát, már nem fogjátok elérni, vagy akár mondjuk megszünteti a fiókját, vagy bármilyen dolog miatt. Úgyhogy az a biztos, hogyha a tankockát, a kollégának a tankockáját elment hasonló tankocka készítésével mentitek el a saját mappátokba, és akkor úgy már biztos, hogy megmarad. Egyébként a Learning Apps a rendszer jelzi azt, hogy ki az, aki a tankockát készítette, tehát illetve hogy kinek az ötlete alapján készítettétek ti az átmásolt tankockát. Tehát tulajdonképpen nyugodtak lehetünk, hogy nem büszkélkedünk idegen tollakkal, mert egyértelműen oda lesz írva, hogy kinek az ötlete nyomán készítettük a tankockánkat, de ezt meg is tudom mutatni. Tehát, hogyha ide kattintunk, akkor, illetve hát csak ráviszem az egeret, akkor lehet látni, hogy kinek a tankockája alapján készítettem én ezt a toldit. Tehát itt van, hogy ezt most én készítettem, viszont a tankocka az alábbi ötlet alapján készült. Eredics Milán tankockáját használtam föl, így ismeretlenül is köszönöm neki. Egyébként nem, tartalmilag nem ellenőriztem, csak választottam valami olyat, amivel létre tudok hozni egy olyan tanulási útvonalat, amit meg akarok nektek mutatni. De még oda nem megyek, hanem még mindig a Matrix-szal foglalkozom. Tehát a Matrix az azért jó, mert hogy egy tankockára kerül az összes olyan tankocka, ami nekünk fontos. Tehát itt most ebben a példában azt láthatjátok, hogy egy toldis tankockát hoztam létre, és erre a Matrixra rátettem az összes olyan tankockát, amit a kollega létrehozott, és én fel tudnám használni, mondjuk a magyar tanítanék, de hát én mondjuk németet tanítok, viszont olyat akartam most mindenképpen idehozni, ami nem németes, hanem magyarul van, hogy ti is ki tudjátok próbálni. Ami még jó a tankocka mátrixnál, az az, hogy nincsen lehetősége a diákoknak arra, hogy megnézzék a helyes válaszokat, mert hogy az ügyesebb és élelmesebb diákok elég hamar rájönnek arra, hogy nagyon könnyen megtalálhatják, hogy mi a tankockának a helyes megoldása. Gondolom, ezt ti is tudjátok, de azért megmutatom. Tehát ugye, hogyha megnyitok egy tankockát, egy sima tankockát, akkor ott és ha nem vagyok bejelentkezve, ez akkor is működik, akkor itt ugye rákattintok arra, hogy hasonló tankocka készítése, és már is látjuk, hogy itt vannak a helyes megoldások. Tehát erre viszonylag hamar rá szoktak jönni a diákok is, és hát akkor itt tulajdonképpen lehetne trükközni. Viszont, hogyha egy Matrixra rakjuk rá ezeket a tankockákat, és ugyanezt megpróbálja a diák, hogy na, akkor majd ő jól megnézi, hogy mi a helyes megoldás, és nem kell gondolkodnia rajta, akkor ide rákattint, akkor csak azt látjuk, hogy itt vannak azok a tankockák, amiket ugye felraktam a Matrixba, de itt már nem tudja megnézni a helyes megoldásokat, úgyhogy ez egy ilyen biztonságos dolog, hogyha
ha Matrixra tesszük, és akkor biztosak lehetünk benne, hogy muszáj, hogy ő keresse meg a jó megoldást. Ennek természetesen van egy hátránya is, mert többször belefutottam olyanba, hogy kollégák kérdezték tőlem, hogy hát találtak egy nagyon jó Matrixot, amit egy másik kollega csinált, és hogy azt olyan jó lenne átalakítani, mert hát ugyan nagyon jó, de ő még rátenne mondjuk valami szót, amit az ő gyerekei tanultak, vagy kihúzna éppen valamit, amit az ő gyerekei nem tanultak. Viszont sajnos erre nincsen lehetőség, ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy hát érdemes írni a készítőnek, hogy ossza meg vele azt az eredeti tankockát, amiben a kollega szeretne változtatni, és akkor már megoldható a dolog. Úgyhogy ami bizonyos szempontból előny, az a másik szempontból hátrány lehet. Oké, tehát ez a Matrix. Hogy hogyan hozzunk létre egy Matrixot, azt megmutatom, tehát hogy az igazából nagyon egyszerű. Tehát ide kattintunk a tankocka készítésére. Kiválasztjuk a tankocka mátrixot. Itt ugye a példáknál rögtön kapunk néhány példamátrixot, de mi most újat akarunk készíteni. Akkor a tankockámnak az lesz a címe, hogy mintamátrix. Itt ugye leírhatom a feladatot, de igazából, ha nincsen valami különleges feladatunk, akkor ezt nem kell leírnunk, mert hogy értelemszerűen a diákoknak meg kell oldani a Matrixon levő tankockákat. Aztán tehetünk feliratot, ha akarunk. Mondjuk én azt rakom ide, hogy minta. És választhatunk háttérképet. Itt ha a beépített keresőt használjuk, az azért jó nekünk, mert hogy ha magyarul írunk be, akkor nem talál olyan sokat, úgyhogy inkább érdemes angolul vagy németül beírni a keresőszót, és akkor nagyobb az esélyünk, hogy talál valami olyan képet, ami nekünk jó. Én most itt egy iskolás képet fogok használni, vagyis hát két iskolásról egy képet. És akkor tulajdonképpen megvan a mátrixunknak a háttere, és innentől csak bele kell tennünk azt a tankockát, amit szeretnénk. És itt a legutoljára használtakat ajánlja föl alapból, de természetesen az összes eddig már meglévő, illetve könyvjelzőzött tankockánkból lehet válogatni. Úgyhogy például én most azt mondom, hogy könyvjelzőset fogok, mármint, hogy amit bekönyvjelzőztem. Itt van nekem egy ilyen, hogy mások tankockái, én ide szoktam elmenteni azokat, amiket csak könyvjelzőzök, és akkor mondjuk a testrészekről levő tankockát rakom ide, és akkor beírom címnek, hogy testrészek, és akkor választok még egyet, legyen ez bármi, mondjuk legyen egy saját, akkor itt pedig mondjuk a foglalkozásokat választom ki. De hogyha nem akarok, akkor nem adok címet, most csak így beteszek egyet, hogy lássátok azt is, mondjuk ezt a kettes. Tehát nem feltétlen kell, hogy címet adjak neki. És akkor készen is vagyok, befejezés és előnézet gombra kattintok. Már is látom a tankockámat, tehát így fog kinézni a tankocka mátrixom, amin három tankocka van, ugye ennek a kettőnek nevet adtam, ennek a harmadiknak pedig nem adtam nevet. Jó, és akkor most elmentem a tankockámat. Ha elmentettem, akkor jelen pillanatban már benne is van a saját tankockáim között, de mondjuk amíg nem kattintok arra, hogy nyilvános legyen a tankocka, addig ti még nem látjátok, tehát hogyha rámentek itt az előbb bemutatott oldalamra, akkor még nem látjátok. Viszont ha most én itt ezt nyilvánosra állítom, akkor már is látni fogjátok. Hát én itt most azt fogom mondjuk, hogy további nyelveket fogok választani, nincs alkategória, itt lehetne hívószavakat, tegeket is adni, és akkor mondjuk én itt a szak és továbbképzést fogom választani, mert ez most nem egy igazából valóságosan használható tankocka lesz, csak hogy lássátok.
Oké, és akkor már is ott van, és a saját tankockáink között ott is van. És akkor innen át tudom tenni, azt mondom, hogy hát, hogy lássátok is ti is, ne csak ömlesztve, hanem mappába rendezve, akkor ebbe a mappába fogom betenni. Ezt úgy kell tennem, hogy ráviszem az egrát, itt a tankocka mappába helyezésére kattintok, és itt pedig beteszem ide a DTH 2019-be, és már is látjátok, hogy innen eltűnt, és ide pedig bekerült, amint a Matrix. Oké. Ezzel tehát létrehoztam egy Matrixot, ilyen egyszerű a Matrix létrehozatala, és a következő, amit szeretnék nektek megmutatni, az a tanulási útvonal lesz. Ugyanígy maradt a téma a toldi, és hát én sokszor gondolkodom azon, hogy ugye használjuk mi a tankockákat, egyébként én hát legtöbbször a harmadikosaimmal és a nyolcadikosaimmal használom német órán, de időnként más osztályokkal is, ahol tanítok, úgyhogy nálam elég sok mindent lehet találni az én fiókomban, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy mindenkit buzdítanék, hogyha valakinek már van egy tankockás fiókja, akkor, és készít tankockákat, akkor olyan jó lenne, hogyha egyre többen lennénk, akik meg is osztjuk ezeket a tartalmakat, nem csak a diákjainkkal, hanem egymással is. Úgyhogy én mindenkit biztatok arra, hogy ha már létrehozott egy tankockát, akkor azt hozza nyilvánosságra, mert olyan jó az, amikor az ember keresgél, hogy na akkor mondjuk holnapra kellene csinálnom néhány új tankockát, hogy mondjuk egy lecke végén gyakorlásnak akarom adni a diákoknak, és akkor ugye hát létre kellene hoznom 5-6-ot, attól függ, hogy mi a téma, vagy hogy mennyi időm van rá, meg milyen eszközeink vannak. De mielőtt neki szoktam állni, mindig szoktam csinálni egy keresést, és olyan jó érzés, amikor az ember megtalálja azokat a tankockákat, amiket egyébként neki létre kellene hozni, és ezzel mondjuk egy-két órányi szabadidőt biztosít nekem az a kollega, aki ezt létrehozta és megosztotta. Úgyhogy ti is adjátok meg ezt az örömöt, hogy milyen jó érzés az, amikor az ember talál olyan tankockákat, amiket fel tud használni, és akkor nem kell dolgoznia vele. Ez jó lenne, ha egyre inkább elterjedne itt Magyarországon, mert azt gondolom, hogy ebben a megosztásban még nem vagyunk nagyon jók, úgyhogy itt még van mit csinálnunk. Na, és akkor a következő témánk az a tanulási útvonalak létrehozása lesz, mert hogy, szóval én mindig gondolkodom azon, hogy hogyan lehetne valami újdonságot bevinni, mind a mellett, hogy mondjuk ugyanúgy használjuk a tankockákat, de hogy ne csak az legyen, hogy megosztom a diákoknak a mappáikba, és akkor belépnek, és akkor gyakorolgatnak, hanem keresek egyéb dolgokat. És hát ilyen egyéb lehetőség a tanulási útvonal, vagy akár minek nevezhetjük. Én most itt így hoztam létre ezt a tankockát. Ugyanúgy a témánk a toldi, és hogy hogyan is működik a tanulási útvonal, ezt mindenki meg ki tudja próbálni. Tehát, hogyha erre rákattintotok, erre a tanulási útvonalas tankockára, akkor a következőt fogjátok látni. Én így van. Szóval itt van ez a tankocka, és most nem fogom végigjátszani előttetek, de kipróbáltam tegnap, úgyhogy működik. Az a lényeg, hogy a végét mutatom meg, hogy hogyan is megy tovább a dolog. Tehát úgy készítettem el ezt a tankockát, hogy lássátok a megoldást, tehát ugye itt lesz a megoldás a tankockának, és amikor pedig a diák megcsinálja jól a tankockát, akkor a visszajelzésnél nem az fog felugrani neki, hogy szuper a megoldásod, hanem az, hogy mi lesz a folytatás, ugyanis ide, ebbe a beviteli mezőbe nem csak szöveget tehetünk, hanem linket is, és hát ez itt most nem látszik, de ez egyébként egy kattintás érzékeny link, és ez visz a következő tankockára, amit ugye nem láttok az én mappámban, mert hogy azt beraktam abba a
mappába, ami nem nyilvános, de mindjárt megmutatom nektek. Az a lényeg, hogy tulajdonképpen így működött a dolog, hogy minden egyes tankockának a végére, a visszajelzéshez beraktam a következőnek a linkjét. Értelemszerűen ezt fordítva csináltam meg, tehát hogy nem úgy hoztam létre, hogy az elsőtől haladtam a második felé, hanem a nyolcadiktól visszafelé. Tehát először megnyitottam, de mutatom. Szóval megnyitottam ezt a 8 toldit, itt a nem nyilvánosba tettem én be őket. Ugye látjátok, hogy mindegyiket átneveztem, úgyhogy tanulási útvonal. Tehát megnyitottam a 8. toldi tankockát. Itt ugye nem kellett semmit csinálnom, hanem csak annyit tettem, és ez ugye nem egy nyilvános tankocka, tehát hogy ezt nem tudja megcsinálni a diák, csak akkor, hogyha tényleg megkapta a linket. És akkor fogtam ennek a tankockának a linkjét, kimásoltam, simán egy Ctrl-C-vel, és akkor utána megnyitottam a hetest, szintén itt a hasonló tankocka készítésével, és akkor beírtam ide a hetesnek a visszajelzéséhez, hogy mi a folytatás. És hogyha ezt végigjátszátok, akkor el tudtok jutni egészen a legvégéig. És azt is megmutatom, hogy ott mit írtam. De most visszamegyek a 8-ashoz. Oké. És akkor itt ez ugye egy keresztrejtvény, ez az utolsó. És akkor itt, hogyha a diák megoldja ezt a keresztrejtvényt, akkor a legvégén az lesz a megfejtés, hogy aki másnak vermetás. És a visszajelzésben pedig azt írtam, hogy gratulálok, sikeresen végigmentél a tanulási útvonalon, írd le azt a három szót, ami a megfejtés folytatása, és akkor a diák tulajdonképpen azzal tudja igazolni, hogy ő végigment a tanulási útvonalon, hogy a füzetébe, vagy akárhova, vagy egy chat üzenetbe, vagy bárhova, azt írja, hogy maga esik bele. És akkor így végigment a tanulási útvonalon. Tehát a tankockákkal így lehetőségünk van akár tanulási útvonalak létrehozására is. Igen, igen, ez egy szabaduló szoba, igen, az is lehet, ahogy mondom. Oké, aztán igen, arról már beszéltem az imént, hogy az fontos, hogy könyvjelzőzés helyett inkább a hasonló tankocka készítésével mentsétek el magatoknak a tankockákat, akkor egész biztos, hogy megmarad. És akkor itt mondanék egy ilyen kis kulisszatitkot, hogyha nem változtatunk semmit a tankockán, a tartalmán, akkor alapból a rendszer nem fogja engedni, hogy két teljesen ugyanolyan tankocka legyen bent a rendszerben, úgyhogy akkor azt kell csinálnotok, hogy valamit meg kell változtatnotok benne. Nyilván, hogyha a tartalma kötött, akkor azt nem tudjátok megváltoztatni, viszont hogyha már a címét megváltoztatjátok, akkor azt már új tankockaként el tudja menteni a rendszer, és akkor úgy már működni fog. Úgyhogy így lehet ezt tulajdonképpen megoldani. Jó, és akkor a következő, megint csak egy tankockát mutatok nektek, itt a saját tankockáim között. És közben természetesen próbálgathatjátok őket, tehát bármelyiket. Ez a illetve kettőt mutatok. Az egyik a tükrözés. Ez egy olyan tankocka, ezt azért tettem csak ide, mert hogy ahogy azt már a tavalyi webináriumban is mondtam, vannak olyan tankocka sablonok, amelyeket olyan speciális célra fejlesztettek ki, hogy ott igazából nem tudunk semmit megváltoztatni, mert hogy azt úgy programozták le, hogy ott nincsenek olyan változók, amiket megváltoztathatunk, viszont
Általában azok vagy németül, vagy angolul vannak, viszont mondjuk a címét, hogyha lefordítjuk, akkor már egyértelműen tudjuk, hogy miről van szó. Ilyen például ez a tükrözés tankocka, ami arról szól, hogy ezeket a kis ábrákat kell tükrözni. Tehát ilyen nagyon egyszerű, viszont nagyon jól lehet használni. Amit most meg akarok még nektek mutatni, ez a hangfilm felirattal nevezetű tankocka, és itt most létrehoztam egy olyan tankockát, aminek most nem a tartalmát kell nézni, hanem igazából inkább csak a lehetőségeit szeretném nektek bemutatni, mert hogy ez is egy olyan típusú tankocka, amihez rengeteg mindent bele tudunk tenni. Mert hogy alapból ugye ez a tankocka arról szól, hogy vagy egy filmet, vagy egy hangfájt illesztünk be a YouTube-ról, és onnantól fogva ahhoz tudunk hozzátenni különféle tartalmakat, és ezeket a különféle tartalmakat próbáltam itt megmutatni, hogy milyen lehetőségeink vannak. Amint látjátok, ez egy 11 perces kis videó, ami a természetes számokról szól. Itt most mi nem fogjuk végignézni, erről szól, ez a videótanár oldalról van. És beszúrtam ide öt olyan feladatot, amit szeretnék megmutatni, hogy lehet ilyenekre használni. Az első, az ugye itt bevágtam egy tankockát, tehát hogy lehetőségünk van arra, hogy egy már meglévő tankockát beillesszünk ebbe a videóba. Itt nyilván én olyat kerestem, ami matekos, tehát hogy azért valami köze legyen a dologhoz, de hogyha erre ugye a diák rákattint, akkor azt láthatjuk, hogy egy számegyenes megfelelő pontjaihoz kell húzni számokat, mert hogy itt erről beszéltek a videóban. Jó, tehát így tulajdonképpen így beágyazhatunk egy ilyen feladatot ide. És akkor, hogyha a diák megcsinálta, utána játszhatja tovább a videót. Aztán a következő, itt is betettem egy ilyet, feladat kezdete. Itt ez teljesen be is van ágyazva, tehát nem egy új oldalra tettem, tehát hogy nem linkként illesztettem be, hanem így beágyaztam, tehát a diák itt megcsinálhatja a feladatot, és akkor ha készen van, akkor itt a feladat zárásánál láthatjuk, hogy kék lett a kettes. Azért lett kék, mert hogy nem csinálta meg, tehát még ugye itt az egyesnél ez egy külső hivatkozás volt, tehát, hogy itt nem tudja leellenőrizni a rendszer, hogy ő ezt jól csinálta meg, vagy nem. Viszont, hogyha beillesztjük, tehát, hogy beágyazzuk a feladatot, akkor meg kell csinálnia jól, és akkor lesz majd csak zöld. Itt a feladat az, hogy válasz ki egy kerek százas, kattints azokra a számokra, amelyeknek ennyi a százasra kerekített értéke, és akkor ugye, ha ezt megcsinálja, akkor ez zöldül. Most nem csinálom meg, mert az sok idő volna. Vagyis hát nem húzom bele az időt. Jó, viszont nem csak tankockákat lehet beleszúrni. Igen, Andrea, mindjárt megmutatom a beágyazást, csak először végigmutatom, és akkor utána egy ilyen mintatankockát összeállítunk majd, vagyis összeállítok, hogy lássátok. Szóval az a jó benne, hogy kimehetek a rendszerből, tehát itt, amint látjátok, egy okos doboz feladatot raktam bele, itt ugye a diák rákattint, és akkor már is ott van ennél a gyakorló feladatnál, és hát értelemszerűen bármi lehet, tehát hogy nem csak okos doboz, hanem bármi külső hivatkozás. Csak én próbáltam olyat keresni, ami ehhez a videóhoz illik. Jó, aztán utána a következő az egy másik videó, tehát természetesen lehetőség van arra is, hogy akár a filmbe egy másik filmet ágyazzok be, úgyhogy itt szintén egy ilyen kerekítéses videót ágyaztam be. Itt nyilván az a feladata a diáknak, hogy végignézze ezt a videót, és aztán, ha ezen is túl van, akkor lefagyott a gépem. Na, egy pillanat, reméljük, hogy hamarosan feléled. Aha.
Jó, oké, felé lett. És akkor az utolsó bevágást szeretném még megmutatni. Az utolsó bevágás pedig szintén egy külső hivatkozásnak a beillesztése. Én itt egy Word dokumentumot, egy megosztott Word dokumentumot tettem be. Írja neved mellé öt kerekítést, és akkor ezt ki is próbálhatjuk, hogyha megnyitjátok ezt a tankockát, akkor akár láthatjátok is, hogy ez tényleg működik. Tehát, hogyha a diák végigment a videón, remélhetően megértette, hogy mit kell csinálni, és akkor utána, mármint hogy hogyan működik a kerekítés, és akkor utána láthatjátok, hogy itt van egy közösen szerkeszthető dokumentum, ahova be kell írni a nevét, és öt darab kerekítést írni. Na, és akkor van, aki ír is. És akkor láthatjátok, hogy ez tényleg működik. Oké. Igen, hát ugye ez a hátránya a közös dokumentum szerkesztésnek, hogy figyelnünk kell arra, hogy ki az, aki, hogyha valaki már írt abba a cellába, akkor oda már ne írjunk. De hát láthatjátok, hogy ez szuperül működik, úgyhogy nagyon jó. Köszönöm szépen. Oké, én ezt bezárom, de ti dolgozhattok rajta nyugodtan. Oké, és akkor ezt most meg is mutatom, hogy hogyan működik. Tehát szerintem ez egy nagyon jó lehetőség. És akkor mutatom, hogy hogyan kell készíteni. Tehát rákattintok, ugye belemegyek a tankocka készítése menüpontba, és akkor itt kiválasztom a hangfilm felirattal című sablont, és itt rákattintok az új tankocka készítésére. Jó, itt most nyilván ez is egy minta lesz, azt írom. Jó, és akkor beírom, hogy nézd végig a videót, és old meg a feladatokat. Oké. És akkor választok egy videót. Én itt ugye kereshetek is. Mondjuk most beírok valami olyat, amit reménykedek, hogy valami lesz. Mondjuk azt írom, hogy hangtörvények. Nem feltétlen biztos, hogy találok, de találtam. Furcsa módon, vagy nem furcsa módon ismét a videótanárból, úgyhogy akkor más hangzó törvényeket fogok én itt most beszúrni. Itt ezt ugye megnézhetem, igazíthatom természetesen, tehát itt tudok olyat csinálni, hogyha azt mondom, hogy nekem nem kell az eleje, hanem csak a 13. másodperctől, akkor, és mondjuk csak igen, csak az 5 percig, tehát hogy egy videóból részleteket is tudok választani, akkor azt mondom, hogy innentől idáig a kivágás alkalmazása, és akkor most kivágtam, és akkor láthatjuk, hogy itt már csak 4 perc 47 másodperces lesz a videó, mert ami nem kellett, azt kivágtam. Oké, és akkor itt jön az, hogy a kérdéseket be kell illesztenünk, illetve a bevágásokat. Hát én úgy szoktam csinálni, hogy ezt a videót megnyitom egyszer egy külön lapon vagy oldalon, azért, hogy pontosabban lássam, hogy hova akarom beszúrni. Mondjuk akkor én itt ezt a zöngészség szerinti részleges hasonulást akarom egy további tankockával elmélyíteni, akkor azt mondom, hogy 1 perc 33-nál szúrom be, ide írom azt, hogy 1:33, és a bevágásnál pedig azt mondom, hogy csináld meg a tankockát, és itt választok egy tankockát. Itt az a hátrány, hogy nem tudok bárhonnan választani, hanem csak olyat tudok, amit már egyszer elmentettem, vagy bekönyvjelzőztem. Úgyhogy akkor először most keresek egy zöngészséges tankockát.
mondjuk azt írom, hogy zöngés. És akkor itt van mondjuk az a jó részleges hasonlulás, mondjuk ezt fogom oda tenni. Oké. Eldönthetem, hogy a sima linket akarom, vagy a teljes képernyőst. Én mondjuk most itt a teljes képernyőset fogom ide tenni. Ja, bocsánat, nem, hanem el akartam menteni. Saját tankockák közé helyezem, jó, és akkor most már ugye ott van, és innen be tudom illeszteni, de egyébként látjátok, hogy ez egy nagyon jó kényelmi funkció, hogy a legutóbb használtakat itt megjegyzi, mert akkor itt csak innentől beszúrom, és már is ott van. Oké, és akkor azt mondom, hogy további elemek hozzáadásánál pedig hát ugyanezt tudom csinálni a továbbiakban. Mondjuk 2 perc 55-nél pedig egy egyéb valamilyen, mondjuk legyen egy okosdobozos feladat. Tehát megkeresem az okosdoboznál, felsős nyelvtanban. Hát biztos valahol van, de ez most teljesen mindegy, én most ezt választom ki. Csak azért, hogy be tudjam illeszteni. Jó, és akkor itt csak egy Ctrl-C-vel kimásolom, és itt pedig beillesztem. És nem kell semmit csinálnunk, ez automatikusan linké alakítja, tehát kattintható linké alakítja. Jó, és akkor tulajdonképpen itt készen vagyok. Itt a sugóhoz írhatok be olyan tartalmat, amit mondjuk meg kell néznie, vagy el kell olvasnia, ahhoz, hogy meg tudja csinálni, vagy ha elakad valahol, tehát itt van lehetőségünk segítséget adni. Azt mondom, befejezés és előnézet. És akkor már is készen van, amint látjuk, és most elmentem, és nyilvánossá is teszem, hogy ti is lássátok, mert ugye egyébként nem látjátok. Aztán néhány nap múlva ezt majd törölni fogom, mert hogy nyilván, hogy, vagy lehet, hogy inkább odaírok, hogy nem a tartalom a lényeg. Jó, oké. Azért kiválasztjuk a kategóriát, hogy magyar, és mondjuk legyen helyes írási alapelvek, és mondjuk felső tagozat. Oké. És akkor készen is van a saját tankockák között. Most már itt látjuk. És akkor innen pedig beteszem ugye PTA 2019-be. Jó, és akkor hát ezt, amit megkönnyvjelzőztem, én úgy szoktam csinálni, hogy létrehoztam egy olyat, hogy mások tankockái, és akkor oda beszoktam húzni, hogy meglegyen legközelebbre is, hogyha akarom még használni. Oké, és akkor a következő témánk pedig, ja, még mielőtt az utolsó témára rátérnék, azt arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a tankockák arra is nagyon jók, ugye, hogy a diákjaink is készítsenek ilyeneket, és itt mindig el szoktam mondani, hogy fontos, hogy a diáknak diák fiókja legyen, mert egyébként ugye, hogyha ő is teljes jogú fiókot hoz létre, akkor mindenféle tartalmi szabályozás nélkül, vagy tartalmi átnézés nélkül kerül be a rendszerbe, és akkor az ugye nem feltétlen biztos, hogy jó. Míg hogyha diákfiókot hozunk létre, és a diák ott dolgozik, akkor ő automatikusan nem tudja nyilvánosságra hozni a tankockát, hanem csak mi tudjuk, és akkor nyilván mi először megnézzük, és hogyha jó a tankockája, akkor nyilvánosságra tudjuk hozni, és akkor bekerül az is a rendszerbe. Oké. És még kettő dologról szeretnék beszélni. Az egyik az, amit itt láttok, egy tankocka mátrixra is rátettem, de ide a versengéshez című mappába is betettem őket. Hogyha ezt a mappát megnyitjátok, akkor itt azt látjátok, hogy olyan tankockákat raktam bele, összesen 9 darab van.
Tudtommal nincs több, de ha valaki esetleg látott már olyat, akkor nyugodtan szóljon nekem, én 9-ről tudok. Tehát ezek azok a tankocka típusok, amelyek több résztvevős módban is játszhatók. Tehát, hogyha mondjuk rákattintok a szorzásra, ez egy lóversenyjáték, akkor ugye azt láthatjátok, hogy két lehetőségünk van, játszhatjuk egyedül, szokás szerint, vagy pedig társakkal is. A társakkal játékhoz az a lényeg, hogy ugyanakkor kell, hogy tehát valós időben mind a ketten megnyissák azt a tankockát, és a rendszer érzékeli ezt, és ott össze tudja kötni a, tehát hogy mindig az egyik játékos lesz az, aki tulajdonképpen a játékot indítja, és akkor ő meghívhat társat, akivel játszik. Akit ő meghív, annak el kell fogadnia a meghívást, és hogyha elfogadta a másik játékos a meghívást, akkor onnantól fogva ők össze vannak kapcsolódva, és egymással versengenek. És hát ezt többen is meg lehet tenni, tehát akár többen is tudnak versenyezni. A tankockától függ, hogy az egyes tankocka típusoknál hányan tudnak együtt versenyezni. Úgyhogy ebben a mappában én ilyeneket tettem. Itt egész egyszerűen, tehát azért raktam őket így egy mappába, amint láttátok, hogy csináltam egy mátrixot is, csak az előbb már ugye elmondtam azt, hogy a mátrixban levő tankockákat nem tudjátok átalakítani, illetve hát magatoknak elmenteni. Úgyhogy ezért tettem bele ebbe a mappába. Úgyhogy innen nyugodtan ezeket használhatjátok, és akkor a saját megnyitás, vagyis a hasonló tankocka létrehozása menüpont segítségével testre tudjátok szabni, és tudtok belőle csinálni ilyen játékokat, amivel a diákok versengeni is tudnak. Jó, úgyhogy ezekről így különösebben nem fogok többet beszélni, elég egyértelműek, hogy melyiknél mit kell csinálni. Ez egy lóversenyjáték, ez egy sorbarakós játék, ez egy kvíz több játékossal, ez egy becslés, ez nyilván, ahol becsülni kell, az csak bizonyos dolgokra jó. Aztán van egy ilyen, hogy mi hol van, ez tulajdonképpen egy ahhoz hasonló játék, ahol ugye ilyen kis gombos tükkel kell bizonyos tartalmaknak megtalálni a helyét, és csak ez annyiban különbözik, hogy itt többen lehet ezt játszani, és hát nyilván attól függően, hogy milyen képet teszünk oda a háttérképnek, attól függően többféle dologra tudjuk használni, tehát akár olyanra, hogy mondjuk ezt a dolgot éppen hogy hívják, ennek mi a neve, de én direkt egy ilyet tettem ide, amit Tóthné Katika csinált, ami matematikás tankocka. Itt az a feladat, illetve hát van itt egy feladatlap tulajdonképpen, ami be van szkenelve, és akkor a végeredményeket kell kitűzni gombos tűvel, hogy mi a végeredménye ennek a műveletnek. Tehát, hogy erre is lehet ezt használni. Tehát az ember egy kicsit elgondolkodik, hogy na akkor még ezt a fajta sablont mire tudja használni, akkor nagyon sok mindenre lehet jutni szerintem. És akkor az utolsó négy, ezeknek, hogyha ezekre rákattintotok, akkor fogjátok látni, hogy itt már ugye nincs is magyar neve, tehát ez a felezés, ez a duplázás, ez a fejben számolás csekkekkel, és ez pedig a bevásárlás tankocka. Itt igazából ezeket nem lehet testre szabni, illetve hát vannak testreszabási lehetőségek, de nagyon kevés, mondjuk az, hogy hány kör legyen, vagy milyen értékek legyenek a számoknál ilyen testre szabások vannak, de hát érdemes kipróbálni szerintem. Ezek tipikusan matematikához kapcsolódó tankockák. A csekknél és a bevásárlásnál az a hátrány, hogy sajnos nem tudjuk átalakítani forintra. Úgy emlékszem, most nem emlékszem teljesen biztosan, de a csekknél csak svájci frankban vannak kiállítva a csekkek, viszont a bevásárlásnál, ha jól emlékszem, át lehet állítani, hogy vagy euróban, vagy svájci frankban legyenek az árak. De a fejben számoláshoz nagyon jók. Szerintem, ha egyszer az ember elmondja a diákoknak, hogy na akkor
miről is szól, akkor onnantól fogják tudni csinálni. Oké, és akkor, ó jaj, nagyon megy az időnk, de azért jól állunk, mert hogy a vége felé már csak egy dologról szeretnék beszélni, és ez az eszközök lesz. Ezt ugye, hogyha a tankocka készítése menüpontra léptek, akkor itt legalul látjátok. A szavazást ugye már ki is próbáltuk, és aztán itt még láttok négyet, a csetet, a naptárt, a jegyzetfüzetet és az üzenőfalat, és ezekről nem fogok beszélni, mert hogy ezek nagyon egyértelműek, és itt vannak, tehát itt megtaláljátok őket, hanem néhány olyan eszköz szeretnék megmutatni, amik nincsenek itt, viszont innentől én itt kigyűjtöttem nektek, és akkor innentől majd fogjátok tudni használni ebből a mappából. Összesen ezt a 7 darab eszközt szeretném nektek megmutatni. És rögtön először megint egy TinyURL-es elérhetőséget mondanék, mégpedig ennek a közös írásnak a, bár innen is eléritek egyébként, de ennek is van egy linkje és egy QR kódja, de legegyszerűbb innen elérnetek persze. Tehát, hogyha ide kattintunk, akkor ezt látjuk, hogy közös írás Etherpad segítségével, és rögtön ki is próbálhatjátok, hogy tudtok-e beleírni, csak azt kérem, hogy ezt, illetve tulajdonképpen kitöröl, tehát nem történik semmi, ha kitörlitek, mert hogy ezek ott vannak az előbb mutatott mappában. Az a lényeg, hogy ez egy online felület, aki tudja a linket, az hozzáfér, és amint látjátok, itt lehet csevegni is, tehát hogyha valaki még bejelentkezik, megadja a nevét, akkor hogyha ide ír valamit, akkor látja, hogy a többiek is fogják látni. És hát természetesen, amint láthatjátok, itt ezek élő linkek, tehát linkeket lehet beilleszteni, illetve hát szövegeket lehet írni. Kódot kér az eszközökhöz? Aha, az furcsa. Akkor mindjárt adok egy kódot. Ezen nem újjék. Elvileg nem kellene, hogy kódot kérjen, de ezek szerint kér. Akkor viszont próbáljuk mégiscsak úgy, hogy, mert így viszont hozzá fogtok majd férni. Azért megnézem, hogy miért kér kódot. Ja, igen, megvan, hogy miért kér kódot, bocsánat, tényleg. Azért kér kódot, mert hogy ugye ezek itt nem nyilvánosak. Viszont nem is lehet nyilvános, tehát hogy ezek olyan tankocka sablonok, amik nem tudnak nyilvánosok lenni, úgyhogy akkor mégiscsak megadom azt a linket, ahonnan eléritek őket. És ez a link, vagy pedig először a... Ja, igen. Szóval ez a link, ez a tinyurl.com/dth-etherpad, de ezt mindjárt oda teszem. Ide. Akkor ha erre kattintotok, akkor most elvileg jó lesz. Reménykedem. Szóljatok, ha nem. Igen, közben Katika kérdezett egy kérdést tőlem, hogy a dátum mellett vannak ilyen egyéb jelek, azokat ti nem látjátok, mert hogy nekem olyan fiókom van, ahol még van olyan plusz funkció, amihez én hozzáférek, úgyhogy ez ezért van. Jó, működik, úgy tűnik. Akkor jó, örülök. Akkor innentől viszont már eléritek ezeket a linkeket, úgyhogy akkor tudom mutatni őket, illetve hát mutatom őket, és akkor ott meg megtaláljátok majd őket. Az első az a foci nevezetű tankocka, ami arra jó, hogy
Hát le van írva, ide a gép két részre, a gép két részre osztja az osztályt, kezdés után a pálya alján megjelenik két név, csak ők válaszolhatnak az elhangzó kérdésre, közülük az rúghat a labdába, aki gyorsabban adja meg a helyes választ, utána jön a következő páros, majd a következő, amíg a feladat tart, a gép nem mindig ugyanazokat sorolja párba. És akkor ezt, hogyha ezt a tankockát, a hasonló tankocka készítésével testre szabjátok, mutatom ezt is, akkor én ide csak számokat írtam be, ide, ha ide írjátok a lány neveket veszővel elválasztva, ide a fiú neveket veszővel elválasztva, akkor a gép automatikusan összesorsolja őket, és akkor, hogyha felteszek egy kérdést, azt mondom, hogy oké, okay, kiválasztom, ezek itt most a lányok meg a fiúk, oké, okay. És akkor itt ugye az első páros, a 19-es, a 18-assal fog, és akkor amelyik, aki tudta a megoldást, annak a nevére kattintok, és akkor láthatjuk, hogy oda megy a labda. Most, ha megint a piros tudta, akkor gól, és akkor 1-0 a pirosak javára. Tehát egy ilyen kis virtuális focipályát tudunk itt létrehozni. Oké, okay. És akkor még... Még gyorsan három eszközt mondanék el, ezeket már nem mutatom, csak mondom, mert sajnos az időnk lassan lejár. A csoportalakításhoz láttok itt egy tankockát, aztán gondolattérképet lehet létrehozni, és természetesen az ugye közösen szerkeszthető. Aztán van itt egy nagyon egyszerű visszaszámláló, amivel ugye vissza tudunk számolni, illetve a közös jegyzetelés egy képen, ami szintén még egy nagyon izgalmas lehetőség. Bármilyen képet beszúrhatunk, és akkor onnantól fogva lehetőség van arra, hogy közösen jegyzeteljünk erre a képre. Én itt ide tettem egy Magyarország térképet, és akkor akinek van kedve, írja oda, hogy honnan jön, illetve hát válassza ki azt a helyet, és írja oda, hogy honnan jön. Én már itt a Ceglédbercetben jelöltem a képen, úgyhogy így láthatjuk, hogy a mai webináriumon kik voltak itt jelen velünk. És utolsóként még a lóversenynek a vetítési módját mutatnám meg. Ez is itt le van írva. Itt ugye nem lehet mindent átállítani, tehát azért látok német feliratokat is, de itt a feladatnál láthatjátok, hogy mi a teendő. Rendes csoportokban a tanulókat, a csoportok egymással versenyeznek, helyes válasz esetén kattints a jelölő négyzetre, majd a nyírra. A nyertes csapat lova egyet előrelép, több jó megoldás esetén több ló is mehet előre. Tehát elindítom, azt mondom, hogy most mondjuk 4 gyerek legyen, és itt, hogy hány kör, 3, 5, 8 vagy 10, legyen mondjuk 8 körös, és akkor már is látunk egy lóversenypályát, amit ugye ismerünk már, és feltettük a kérdést, mondjuk az első gyerek mondta a jó választ, akkor kipipálom, tovább megyek, és akkor látjuk, hogy az ő lova ment előre. Hogyha mondjuk az első és a harmadik is jól tudta, akkor kipipálom mind a kettőt, és akkor látjuk, hogy így mennek előre fej-fej mellett a lovak, és 8 kör után mondjuk legyen olyan, amit mindenki tudott egyszer, mert arra is van lehetőség. És akkor 8 kör után az utolsóban láthatjuk, hogy az egyes játékos az, aki nyert. Oké, okay, és újra kezdhetjük. Jó, tehát ezeket itt találjátok az eszközök mappában, amihez ugye alapból nem fértek hozzá, viszont a linkek segítségével mindenki hozzáfér. Oké, okay, igen, Kati közben jelzi, hogy így nem tudtok a térképre írni. Elvileg, hogyha annak a linkjét másolom ki, akkor majd tudtok, akkor azért gyorsan kimásolom azt is, hogy tényleg ki tudjátok próbálni. Igen, azt mondom, hogy itt van a weblink, és akkor ezt ide beszúrom. Oké, okay. És akkor így már tudtok a térképre is írni. Oké. Okay. Na, hát az időnk az lejárt, de hogyha van kérdésetek, akkor nagyon szívesen válaszolok.
Kedves kollégák, hogyha nincsen kérdés, akkor én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmét a mai estére. Várunk benneteket legközelebb is a Digitális Téma Hét webináriumain. Figyeljétek a digitalistémahét.hu oldalunkat, illetve a Facebookon a közös csoportunkat. További szép estét kívánok mindenkinek, és nagyon szépen köszönjük Novák Károlynak a fantasztikus, tartalmas előadást. Szép estét, szervusztok!